csináljátok, hogy sziasztok, olvasók! Pap Bianca vagyok, a 0.hu szerkesztője. A 0.hu és a Nógrád megyei hírlap közösen hirdetett meg egy gyermeknapi játékot, aminek most a második helyszínén vagyunk. Hidasi Dávidka, 5 éves, és ő azt szerette volna, hogy üljön egy igazi versenyautóban, amihez segítséget nyújt nekünk Szőlős Róbert és Határ Attila, akik felajánlották, hogy elviszik őt egy próbakörre. See you in the coupe, might ice you in it. Stick your hand out and put an ice cube in it. Players club, I'm like Ice Cube in it. Saying what up, like he a nice dude in it. See you in the coupe, might ice you in it. Ice you in it, ice you in it. Ice you out and put an ice cube in it. Ice you in it, ice you in it. Ice you out and put an ice cube in it. Akarsz még egyet? Egyet? Menjen még egy kört veled? Lassan vagy gyorsan, jó? Szeretnéd még? Mondd ezt, hogy igen. Menjünk még egy kört? Jó? Még egy, még annyi bensző talán van? Amelyben Határ Attila volt a segítségünkre, aki rögtön el is vállalta, és
hát attól lemondanál magadból pár szót. Persze. Nagyon nagy örömmel fogadtam ezt a megkeresést. Nekem a Szőlős Róbert nagy barátom szólt, hogy lenne egy ilyen kívánság, hogy teljesítenénk-e. Egyből igent mondtam, hogy szívesen segítek. Én is korábban, mikor kisgyerek voltam, nagyon örültem neki, hogyha bárki vitt, vagy csak egy versenyautóhoz, közeli autóval is vittek. Úgyhogy emiatt is én mondtam, hogy persze, elvállalom. Hát most már túl vagyunk rajta, mentünk pár költi Dáviddal. Hát elég szótlan volt, remélem nem ijesztettem meg, vagy valami hasonló. De gondolom élvezte majd estére, majd kienged, aztán majd fog dicsekedni vele. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél és segítettél nekünk. Hát reméljük, hogy lesz még ilyenre lehetőség. Szívesen tetszik, és majd persze segítek, hogyha ilyen hőben. Köszönöm.